Nagy volt az érdeklődés a törökkanizsai mezőgazdasági termelők körében a pályázati lehetőségek iránt. Dobó Sándor helyi termelő már többször pályázott korábban is, és szeretné a legújabb lehetőségeket is kihasználni. Ez nagyon nagy lehetőség, csak kicsit az a baj, hogy most egyszerre van sok helypályázati lehetőség, ezt pénzben nagyon nehéz lekövetni. Még olyan módon is, hogy banktól fölvegyünk kölcsönt, mert általában elég rövid időre adják a kölcsönöket, és nehéz olyan sok kölcsönt fölvenni, hogy mindent ki tudnánk finanszírozni ezzel. Az ismertetőn Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkár helyettes ismertette a tartományi pályázati lehetőségeket, és mindenkit arra buzdított, hogy használják ki az adott pályázatokat a fejlődés érdekében. Elsősorban azért kell ezeket kihasználni, mert nagy arányú költségvisszatérítést tudunk adni, például a tartományi titkárság 50-60 vagy akár 70%-os költségvisszatérítést ad a befektetésekhez, a beruházásokhoz. Úgy gondolom, hogy ezeket az eszközöket mindenképpen fontos azért kihasználni, mert ezekkel tudnak a gazdák olyan befektetéseket megvalósítani, amivel tudják fejleszteni a gazdaságukat, sokkal versenyképesebbek tudnak lenni. Törökkanizsa községben még nincs falugazdász szolgálat, így a termelőknek nehezebb egy-egy pályázaton részt venni. Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselő szerint ez a probléma hamarosan megoldódik. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban itt Törökkanizsán is lesznek falugazdászok, vagy lesz falugazdász egy bővítésnek köszönhetően, bár is ez még terv, viszont ezt hiszem azt, hogy itt a környékbeli termelőknek nagyon-nagyon sokat fog jelenteni. Keresni kell a szövetséget, keresni kell a gazdaszervezetet, ami van helyben, keresni kell a tisztségviselőket, és én hiszem azt, hogy mindenki tud majd segítséget találni. A tájékoztató után a lakosok kérdéseket tehettek fel a képviselőknek a pályázatokkal kapcsolatban.